Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sak magazin 2018. januári adásában. Varga Péter nagymester, nemzetközi mester műsorvezető társunkkal, társammal szeretnék beszámolni önöknek a 2017 végén lezajlott megyebeli rangos eseményekről szabolcs Szatmár Bereg megye sakk életében két meghatározó, két legmagasabb színvonalú verseny a Nyírségi torna, ami idén augusztus utolsó napjaiban a Vidor Fesztivál ideje alatt került megrendezésre, és természetesen a megyei egyéni bajnokság. A megyei egyéni bajnokság az három ö, versenyformában is megrendezésre kerül. Van a hagyományos gondolkodás idejű, tehát a az NB-s gondolkodás idejű megyei egyéni bajnokság. Emellett a sakkozók megszoktak vívni egymással még Snellben és Rapidban is. A Snell megyei egyéni bajnokság azt jelenti, hogy a játékosoknak 5 perc gondolkodás idejük van az egész partira, a Rapid bajnokságban pedig 15 perc gondolkodás ideje van a sakkozóknak. El kell, hogy ragadjam a szót Pétertől, mert nyilván szerénysége megtiltaná hogy megnevezze, ki volt a Rapid és a Snell bajnok. El szeretném mondani, hogy ö, ahogy minden évben megtörténik, Péter nyeri ezeket a versenyeket. A Snell bajnokságban Péter nagymester lett a bajnok, és a második helyen a, a Piremon, illetve Tiszavasvári vendégjátékosa egy fiatal tehetség, tótébike Tibike érkezett be, harmadik helyen pedig szintén a Tiszavasvári játékosa, a kisvárdai Molnár János kasszírozta a bronzérmet és az ezzel járó díjat. A rapid bajnokságban szintén Péter nyert veretlenül, a második helyre egy matematika tanár érkezett be, Botrágyi Tibor tanár aki nyíregyházi lakos és Debrecenben sakkozik, a harmadik helyre pedig a nyíregyházi sportcentrum játékosa a Laci érkezett be. Péter, szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen volt a rapid és a snell én ugye nem voltam idehaza, szabadságomat töltöttem az ország más tájékán, te voltál a versenynek a lebonyolítója, illetőleg főbírója, meg hát természetesen az éljátékosa is. Hát igen, tehát köszönöm itt a szót. Itt annyit talán, hogy idén annyi újítást hoztunk be itt a rapid és a villám bajnokságban, vagy ugye a snell megyében, hogy ilyen időhazzáadásos, tehát bónuszidős játékrendszert vezettünk be, ami, ami gyakorlatilag teret hódított az egész világon már. Mi is... A 3 plusz 2-nél nem a régi vajdasági zenekarra kell gondolni, hanem mit is jelent ez a gondolat? Hát az, hogy a régi 5 percnél ugye nagyon nagy időzavarok voltak, és akkor ugye ott, ott elviekben a végén könnyen leesettek az ellenfele. Tehát a, a játékosok, vagy esetleg ugye jól kellett beosztani az időt, itt ugye ez azt jelenti, hogy három perc van egy játékosnak, és minden lépés után két másodperc bonus időt kap. Tehát, hogyha valaki nagyon gyors és nyertállása van, akkor meg tudja nyerni, mert mindig kap, mondjuk lép egy másodperc alatt, és mindig plusz másodpercekkel fel tudja az idejét tornászni, és nem lehet, persze le lehet esni, hogyha valaki elgondolkodik, mint ahogy ez nekem is sikerült egy-egy partiban, és ugye emiatt van úgy, hogy ebben, tehát aki gyors és odafigyel, az, az nem tud leesni egy nyertárásban és ugye, hogy ne legyen az, hogy ugye ott szétverjék az órát, átvitt értelemben, hanem ha nem, szép nyugodtan be lehet fejezni az összes partit és, és mindenki, tehát nem lehet azt mondani, hogy elfogyott az időm, és akkor emiatt elvesztem. Voltak, voltak jó mérkőzések, ugye délelőtt folyamán volt a, a villámbajnokságnak a lebonyolítása, nagyon szép létszám jött, Ugye tavaly 20 indultak, idén, idén 31-en, úgyhogy nagyon szép uh, volt ez a létszám, 31-en vállalták itt a, itt a világbajnokságon való részvételt, nagyon, nagyon sok ifjúsági játékos mire tette meg magát, úgyhogy, úgyhogy uh, egyértelműen látszik az, hogy egyre, egyre többen sakkoznak a megyében, és, és, és egyre többen uh, uh, vállalják azt is, hogy a versenyrendszerbe való uh, Belépéssel, ugye komoly versenyeken indulnak, és egy kicsit rálépnek itt a sak komoly, komolyabb formáját való üzésre. És, és milyen volt minőségileg a verseny? Ez megint azt kell, hogy mondjam, hogy erősebb volt, mint a tavalyi. Ugye, egy, ugye ez nem egyértelmű, ugye, hogy többen vannak, akkor erősebb is a mezőny, de az eleje az egyértelműen erősebb volt. Én csak abból tudok kínolni a tavalyi második helyezett az idén most nem sikerült a díjas helyre érkeznie, úgyhogy tehát mindenképp ez egy, ez egy kivált, kiváló játék lehetőség volt egyaránt nem csak az ifjúságiaknak, hanem a, hanem a, ugye a felnőtteknek is. És a, ha visszatérünk ugye ott a villámról egy kicsit a rapidra, ott is, ott meg, ott meg, ott meg drasztikusan nőtt a létszám, mert ott ugye tavaly 30 al indultak, idén meg 46-an. Tehát, tehát az, az szenzációs, szenzációs létszám növekedés, úgy gondolom, hogy majdnem 50-en elindultak ugye ezen a rapid bajnokságunkon, és ugye kiváló és nagyon izgalmas versenyen játszottak ezek a játékosok. Én úgy gondolom, hogy méltó helyszíne volt ugye a Continental Arénában ennek a két rendezvénynek lebonyolítása. Tehát mindenki én úgy gondolom a legjobb körülmények között versenyezhetett, arra senki nem foghatta, hogy, hogy nem lett díjas, vagy nem ért oda ugye a mezőny elejére. Tehát nagyon jó körülmények között egy ideális napot tölthettek a játékosok ugye ezen a két bajnokságon. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy minőségileg is, és mennyiségileg, mennyiségileg is nagyon fejlődött a megyei rapidésnál a bajnokság. A helyszínen pedig semmi gond nem volt, hát én is akkoztam már nem egyszer az arénában, és, és hát idén lesz tíz éve, hogy Bobby Fischer meghal, de én valószínűsítem, hogy az aréna versenyhelyszíne, a VIP Páholy versenyhelyszíne helyszínével szemben még Bobby Fischernek sem lehetett volna semmilyen kifogása sem. Hát az a, igen, nagyon-nagyon jó volt a maga a környezet, maga a versenyterem, és ugye, amiről beszéltem, ugye a külön díjasokról is meg kell, el kell mondanunk, a külön díjasok nevét is, ugye a szenior külön díjat ugye Szilágyi Sándor, Sziszi bácsi nyerte meg, aki így sokadik virágzását éri. Hát fiatalabb korában fődíjas volt nagyon-nagyon sok versenye, most már, hogy jóval túl van a 70-en, így igen. a szenior külön díjat rendszeresen megcsípibár van, amikor más szeniorok is közbeszólnak abban, doktor Horváth László, Szulics Imre is mások, é, igen. tehát még az idősebb sakkozóink között is vannak igen jó játékosok. Volt még két külön díjója, 18 év alatt pedig ócádám Ádám e, nyerte meg a, ezt a díjat, <kül> és a 14 éveseknél pedig a Marcel. Azt kell tudni, hogy ugye itt a külön díjat azok nyerhetik, akik nem voltak fődíjasok, még azért azt hozzá kell tenni, hogy a fődíjasok között negyedik, hiszem, negyedik vagy ötödik helyen végzett a Kisvárdán játszó, vagy a Tiszavasváriban játszó, de Záhonyban élő Wagner Gergő. Akinek kifejezetten jól ment ezen a versenyen, és ő volt a legjobb ifjúsági játékos. de Több Ő magasorjegyzett fődíjas. Azóta előzött meg? Igen, igen, és fődíjas lett emiatt. Tehát nagyon-nagyon tehát jól ment, és még, még talán azt említeném, hogy a villámbajnokságon is, ugye ott a negyedik helyen, ugye egy nagyon feltörekvő ifjúsági tehetség, Varga Marcel végzett, tehát és ugye ott pedig ugye a második helyen Tóth Tibor volt, ugye, ugye egyre több ö, ilyen fődíjas helyre lépnek be ezek a, ezek a játékosok, akik, akik ugye nagyon-nagyon fejlődnek, és mivel ugye egyre több verseny van, egyre több verseny játszanak, ö, és ambicionálják a sakkot, és sikerül is ö, nekik ö, nagyon sok, hát nem is azt mondom, hogy meglepetés, mert lassan már nem meglepetés okozni, de a, de a, felnőtteket egyértelműen megverni, és ezzel ugye egyre több dicsőséget harcolni ki az ifjúsági saknak. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez a sak annyira felgyorsult, hogy gyakorlatilag lassan már a felnőtteknek, vagy az idősebbeknek kell félni a fiatalabb generációtól. Ezt elég uh, sokszor látom, elég több helyen látom uh, nemzetközi szinten, országos szinten, hogy, hogy egyszerűen a fiataloknak az a vitalitás, az a, az a mentalitás, ahogy sakkoznak. Uh, az, az hihetetlen veszélyt jelent a, a, az idősebb sakkozók ellen, és. Uh, Ugye, amit, amit még viszont tanulniuk kell, hogy ez a rutin, hogy a hév sokszor ne vigy el őket, és egy ugye, rutintalanságuk miatt szoktak egy-egy partit elveszíteni. Tehát az ifiknek van előnyük is, és hátrányuk is. Én emlékszek arra húsz évvel ezelőtt, amikor elkezdtem sakkozni, a megyei egyéni bajnokságokon, tehát nem is emlékszek arra, hogy bármikor is ifjúsági díjas lett volna, fődíjas lett volna, még a külön díjakat esetleg kaptak, kifi külön díjakat, de azóta eltolódott a világ abba az irányba, hogy az ifjúságiak folyamatosan fődíjasok a megye különböző versenyein. Tehát legyen akár a nyírségi tornán, vagy akár a megyei egyéni bajnokságon. Hát annyira felgyorsult mindenben ugye a világ, tehát hogy ez sakra is egyértelműen érvényes, és és úgy gondolom, hogy ugye amíg mondjuk 30-40 évvel ezelőtt ugye az emberek olyan 10, hát ha már 10 évesen elkezdték, akkor már nagyon korán, de inkább olyan, olyan 14 éves koruk körül kezdtek el sakkozni játszani, vagy lemenni egyesületbe, addig nem is nagyon lehetett hol játszani. Addig ez ugye annyira felgyorsult, hogy már óvodában is elkezdődtek a sakkoktatások, tehát már óvodás kortól ugye a sakk Bejött a gyerekek, nem minden, életi de A de, gyerekek életébe, de ugye több több mindent, ugye a játékon keresztül több mindent fejleszt, és emiatt, emiatt, tehát nagyon sok gyerek ismerkedik meg a sakjátéknak a szépségeivel. Érdemes elhábrándozni azon, hogy mi lett volna, hogy a Portis Lagyos nem 12 évesen tanul meg sakkozni, hát hanem igen. vagy 6 évvel nyolc évvel korábban, de hát ez már, ez már a múltba veszett történet. Milyen partit mutatsz be nekünk ma? Én egy nagyon, hát azt mondanám, hogy látványos, de nagyon, nagyon egyszerű és nagyon jó partit szeretnék bemutatni, egy MB2-es partit, a Kincses László játszott a sportcentrumnak a játékosával, a Pap Lászlóval, és éttel nagyon egységes, jó partiban, használtak ki világos hibáit, sötét, és akkor ezt szeretném bemutatni, hogy milyen hibák voltak, és ezeket milyen egyszerűséggel lehet kihasználni. Hát világosan volt Kincses László, <coughs> és Pap László volt sötéttel. D4-gel kezdett. Kazincz Balcika játékosa. Igen. Világos, amire D5 következett, Hát egy igénytelen ilyen zártabb megnyitás választott fehér E3-mal folytatta, ugye ezt nagyon nehéz felbontani, 20 f 6 tal folytatta ugye a fejlődést. Sötét C4 következett, amire C6-tal ugye megvédte a centrumot. Tehát ez már a szlávvédelem. Igen, főcsön. hogyha ezt nézzük, igen, a szlávvédelem egyik változata. A3, ez egy picit felesleges lépés, igazából itt Huszár C3, Huszár F3 vagy Futó D3-mal kellett volna fejlődni világosnak. Futó f 5 ugye ki is tudott fejlődni sötét, amire Huszár C3 következett. E6, ugye a fejlődés folytatta, sötét Huszár F3 következett, Futó D6, és megérkezett a H3 is. Ugye ezt régen még úgy tanították, meg mi is úgy szoktuk tanítani, hogy az A3-H3, ugye ezek a szamárfülek, amiket beleraknak a sakk táblára. Tehát két idézőjelben, azt mondja, belefér, mely a zárt néz nehéz de két picit feleslegesebb lépés, nem hiba, de mégis egy picit olyan, én azt mondanám, hogy pontatlan lépés, ami után lehet folytatni az állás, de fekete kap két szép fejlődő lépést a tisztjeivel, és hogyha megnézzük, ugye most fekete is h 6 lépett, ez azért van, hogy a futónak H7-en legyen helye, hogy ugye három fekete tiszt van kint, fehérnek még mert pedig csak két lova van kint, és ugye pedig, pedig ugye fehér kezdett, és neki kellene, hogy több tisztje kifejlődjön. Tehát a pontatlan lépésekkel világos elvesztegette a, a kezdéssel adott időbeli előnyt, már szinte sötét van jobban fejlődve, mint világos. Háhattal folytatta a sötét, amire futó D3 következett, futőti D3, ugye vezérüti D3, és Fekete elsáncolt. Itt tegyük hozzá azért, hogy világosnak ez a futója, ez a világos mezeű futója volt az erősebbik futója. A C1-en álló sötét mezeű futója az meglehetősen szomorkorva ö, várakozik a saját gyalogjai mögött, tehát Paplackónak a, a sötét mezőkön mozgó futója sötétnek a sötét mezelyű futója sokkal erősebb, mint világosé. Igen, tehát elvi, elvileg nem volt teljesen patent ez a világos mezeű futók cseréje, világos részéről. Szokták ezt játszani, itt az szokott a terv lenni, hogy E4-je valahogy megnyitják a centrumot világosan, majd futó E3 és rövid sánc, tehát hogy mondjuk nem lenne A3 vagy H3 az állásban, és mondjuk el lenne sáncolva a fehér, akkor most simán E4-et lehetne lépni, és utána futó E3-mal ki tudna fejlődni világos, tehát ezzel nem lenne semmi probléma. Most B4-el folytatta fehér, ugye ami én úgy gondolom, hogy megint nem a legjobb lépés, ugye egy kicsit most elindul a vezérszárnyon, de még nem sáncolt el, nem fejlődött ki. Nem rossz lépés, de egy, talán egy kicsit pontatlan lépés. Huszár bd héttel fekete az utolsó tisztjét is kifejlesztette, amire C5 jött, ugye ezt lezárta önmaga a centrumot fehér. Ez, ez már, ezt azt szoktuk mondani erre, hogy ez egy elkötelező lépés. Ugye ez azt jelenti, hogy nem tartja nyitva a lehetőséget arra, hogy a centrumot ugye támadja, C4-ről ugye a D5 mezőt, hanem hogy a centrum feszültséget, a centrum feszültséget, és ugye a futó elvitele után fekete pedig előtte rá fogja nyitni az állást. A ugye most már az n 4 nyitóterv az nem ö, alkalmazható, végzetesen elgyengülne a D4, D4 gyalog, a D5 pont az a sötét tisztek zsákmánya volna, tehát bázis, és ez, ez, már így akkor már csak vezérszányi kezdeményezése játszhat Igen, világos. D5-ön egy szép támaszpontja lenne, így után a fekete huszárnak. Jó, futó C7 következett, ugye most elsáncolt e, Világos, és erre megérkezett, amiről beszéltünk, az E5-ös centrum robbantás. Ugye most e 4 jel fenyegeti tovább tolni, fekete ezt a gyalogot, és a vezér Huszár támadná egyszerre, úgyhogy ezért leütött Világos, Düti D üti E5, következett, amire Huszár üti E5 jött, és Huszár üti E5-re, futó üti E5, következett, és itt most ugye f 4 egy elég nagy, stratégiai hibát követett el világos. Ugye itt azt kell látni, hogy megtámadta a futót, de erre most sötét futóüti C3-mal kiszedte a C3 ugye védő huszárt. Amit, az N4 pont őrzőjét. Az N4 pont őrzőjét, ezt ugye visszaütötte fehérrel a fehér vezér ugye ezt a C3 futót, vezérüti C3 következett, és hogyha megnézzük, ugye huszár L4-jel, Fekete azonnal benyargalászott erre a pontra, az N4 pontra, és ugye most kell nézni, hogy ugye az F4 gyalog, amikor megtámadta azt a futót, ugye most nem tudja kimozdítani ezt a huszárt erről a helyről, tehát ez egy olyan támaszpont ennek a huszának, maximum bástyával lehetne leütni, ugye, és minőség hátrányt felvállalni ugye, hogy nem bír hozzá férkőzni, erre szoktuk azt mondani, hogy jó 20 rossz futó, ha bár még annyira nem rossz a fehér futó, mert ugye a B2-re kerül, a nagy átlón azért elég jó átlója van, de én mindig azt szoktam mondani, hogy az F6-tal lezárjuk azt a nagy átlót, és ez az L4 huszár, ez gyakorlatilag megeszi, tehát maga az állás szerkezetéből adódóan, tehát sokkal jobban áll ez a 20 l 4 mint akár ez a B2 futó. Bázis, mert azt már világos gyalogokkal nem tudja elszavarni, Igen. csak pedig mégpedig bástya áldozattal. Igen. Az pedig egy ilyen kinyiló állásban nem jó ómen. Ezért volt egy nagyon nagy stratégiai hiba az F4. Mert ugye F2 lenne a gyalog, akkor még F3-mal ki lehetne mozdítani ezt a huszát ebből a ebből a pozícióból, is, ugye a másik, hogy a, a tisztek ugye általában rendszerint a centrumban állnak a legjobban, ugye a tábla közepén, ugye ez a huszár pedig bekerült oda a tábla közepén, és onnan nem tudják elmozdítani, mert ugye, hogyha bevinném h 8 ugye a sarvolt nem lenne semmilyen ereje ennek a huszának, de a centrumban ugye nagyon-nagyon jól áll. Vezér D3-mal folytatta Fehér, amire Bástya e 8 ugye már beszéltünk róla, egy félig nyílt vonal, ugye az E3 gyalog felé kacsingat, majd hosszú távon ez a Bástya. Futó B2, Ugye és megérkezett F6, azért értelme, bezárta ezt a futót, ugye nem tud, hogy jönni. F5, ez megint gyengítés, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez egy rossz lépés, amire vezér D7 következett, ugye ez B5 ellen van, G4 megérkezett, tehát ugye én el szoktam azt mondani, hogy önként és dalolva adja fel a saját e, királyát. Ugye és következett egy vezér C7 hogy miután a G3 mezőt egy dologgal lehet védeni, a Bástya F3-mal, hogy ne jöjjön be a vezér a fehér állásába. Mert és ugye a vezér 20... G3 sak után a vezér leüti a H3 Há, gyalogot, a G4-et, G4 G4 tehát ez már olyan francia sakszerű lenne. Igen. Erre pedig ugye Huszár G5-tel gyakorlatilag lenyerték ezt a minőséget, mert ha Bástya el visszavonulnak, ugye a vezér G3 sak megint simán nyerne ott. Úgyhogy Bástya a f 1 ugye Fekete lenyerte azonnal ezt a minőséget, Ugye erre szoktam azt mondani, hogy, hogy az önkirály gyengítés, tehát ugye minden állásnak az értékelése úgy kezdődik, hogy hogy áll a királyunk, és ugye a király állásunkat önkéns gyengítette meg Fehér, ugye azonnal a huszár vezér, igazából két tisznek az összjátéka, ugye a királynak a gyengeségét egyértelműen eredményezte volna, úgyhogy ezért kellett beáldozni ezt az F3 bástyát Ha most a világos király G2-től lenne, még tákolgatná az állás Bástya F7, bár az a bástya ott nem sok fontos Bássef feladatot, igen. Igen. vagyis igen. F4, 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 de az a bástya semmi különös funkciót nem látna, a, igen. Tehát Hát jó, mindegy, lejutott a -e fekete, ha már ott volt egy bástya. bástya üti F3, következett Bástya F3, Bástya 4 jel ugye Bástyát is berakta ide a centrumba. futó D4-re, pedig következett B5, ez azért jó, mert A5-tel meg fogja nyitni az A is. Tehát Király... minőség előnye van sötétnek, és ilyenkor a sötét nehéz tiszteknek, a bástáknak is a vezérnek kell törni, zúzni. Igen. Tehát a bástáknak pedig ugye a nehéz tiszteknek vonalak és sorok kellenek, hogy kifejtsék az erejüket. Tehát Lackó most a B5 után A5-tel vonalat készül nyitni, hogy az A8-on lévő bástája behatoljon a igen. sötét állásba. Erre szoktuk azt mondani, hogy egy null tempós bást, ugye úgy jön a játékba, hogy gyakorlatilag nem léptünk vele. Igen, igen <laughs> és akkor igen. Úgy nyílik meg az a vonal. Király G2-vel folytatta fehér, amire A5 következett, ugye megnyitjuk az alvonalat is a bástánk, amiről beszéltünk. Bástya F2 érkezett, a 5 B4 ugye megnyílik az alma, természetesen nem zárjuk le, A üti B4, Bástya a 4 ugye a gyengeséget megtámadta, Bástya B2, ugye vezér a 7 tel érkezett a vezér, ugye a nyílt vonalra, és ugye most a Bástya vezére való behatolás az ellenfél állásába, ugye vezér D2 következett, Bástya A3, király F3, amire Bástya E8-szal visszament, H4-re pedig H5-tel, ugye megnyitotta az állását fehérnek, meggyengítette, vezér G4 következett, amire h 5 G4, vezérüti G4 és Bástya e 4 ugye elgyengültek a fehér gyalogok is. Vezér G6. Hadd hát kérdezem el meg, hogy jó ötlet volt világostól a vezérszányon kezdeményezni, vagy már csak kinyában, agóniában tette? Ezt abban tette. Itt már gyakorlatilag... Tehát Bástya, akár a egy vezér a három, Bástyával átmegyek a másik oldalra. Tehát itt gyakorlatilag fekete, teljesen nyerve van. Az ávonalon Megpróbált behatol, még befűzi. esetleg H4G5-tel ott megbontani a szerkezetét, de nem tudta meg, akkor meg az f gyalog gyengült volna el. Tehát igazából itt teljes mértékben ezek a fekete bástyák megették a fehér állást. Úgyhogy ez, ez már gyakorlatilag az utolsó, igen, világos agonizálása volt. Vezér G6 következett, még amire vezér E3 jött, ugye? Itt, nem vagy lett, vezér E7, bocsánat. Nem lett volna esetleg lehetséges a Bástya 5 D4 kötés kihasználás leütve azt a futót ingyen tudna. Az most pont nincs, mert vezér E8 sakk, és vezér H5-tel örökös sakkot tudna tartani világos. Tehát, Tehát ez a volt az utolsó trükkje világosnak. Igen, Bástya D4-je ugye a kötés kihasználva egy újabb tisztet nyerhetett volna a fekete, de azzal éppen egy örökös sakkal menekült volna a vezér, vagyis fehér, ugye a vezér E8, vezér H5 sakkal, és nem tud kimenekülni. Úgyhogy vezér E7 tökéletes lépés volt, ugyanez a fenyegetés, ugye a fekete vezér folytatta, amire ugye Bástya D4 fenyeget, és még a futó üti f is kivédte. Király G2 jött, erre Bástya üti h 4 a h 4 ütötte a fekete király G1 jött, vezér E4, és bástya G2-re pedig vezér B1 sak, király F2, ugye bástya A2 sak, király G3, és vezére egy sakk után ugye kapitulált világos. Ugye megvédte a H4 bástyát is ezzel a sakkal, és gyakorlatilag e, végzett. Király F3 után vezér F1 azonnal e, végezne. Hát még Király G3-mal vissza tud menni, G2-re ütjük G2, G2, Király üd, H4, és vezér leütjük H1. a... Hát vezér H1 mattal ott végzünk, igen. Tehát itt Király F3, vezér F1, Király G3, másik G2, Király üti H4, vezér H1, Gyer itt a lépegetős matt utolsó lépésével befejezte. Tehát én azt szoktam mondani, innentől kezdve ugye a parti már szórakoztató jelleget öltött, tehát itt a F4 után én úgy gondolom, ott még persze kellett egy-két a jót lépnie, meg egészségeseket lépnie a feketének, de az f 5 g 4 világos gyakorlatilag. Magára nyitotta a gázcsapot, Igen. és megírta a hóna alá csapott búcsú levelet. Kedves nézőink, a műsor idő végére érkeztünk. Remélem tetszettek a bemutatott partik, illetve ötletek és sakk megoldásuk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!